videófelvételt készítek erről a kis Panasonic mini hifiről, csúcs mini hifiről van szó. Mindenféle formátumot lejátszik a lejátszó CD egysége, DVD-t, MP3 CD-t, VMO-t, bármit. És a nagyon karcos lemezeket is nyomja. Közben, lejátszás közben is úgy tudom, hogy lehet cserélni lemezt. Azt mondja, hogy... Igen. Most nyitja. Azt hittem. Ah, most jó. Mondjuk az ötös lemeznek berakom ezt a jó karcos lemezt, lehet látni, hogy meg van nagyon karcolva, meg van szinte horzsolva a felülete. Berakom az ötöshöz. Becsukom őket. Váltuk az ötös lemezre, és mindjárt kiderül. Picit halványabb a kijelzője, de annyira tükröződik a kijelző, hogy így elég nehéz megállapítani, de már olvassa is a lemezt. Mikor a 4.0-a megjelenik, akkor olvasta be az MP3 CD-t. Hát nem tudom, hogy ez olyan formátum-e, amit lejátszik, de igen, lejátsz, már megy is. Igen. És rendkívül jó hangú gép. Hatalmasat szól, komolyan mondom. Nagyon ritka az, amelyik ilyen mini-ifibe így szól. Illusztrálom távirányítómról működését, hogy lásd, hogy ha beszerzett hozzá a távirányítót, akkor lehet úgy is használni, de azért még körülnézek, mert lehet, hogy Technics távirányítót találok hozzá, ami kezeli. Kettes szám. Teszem. Lehet látni egyébként a kijelző, csak halványabb. Most az egyes album, kettes szám. Négyes szám. Hát meg az az igazság, hogy a telefonomnak a kamerájával veszem föl, úgyhogy... De nem rosszul vesz föl a kamerám, úgyhogy... Hatalmasat szól szerintem. Visszalakom az egyes lemezre. Ez is írott CD lemez. Már be is olvasta. Hát közben benne vagyok a kijelzőben rendesen, elnézést kérek miatta, de másképp nem tudom, annyira tükröződik, hogy másképp nem tudom megcsinálni a felvételt. Kis hangot adok neki. Köszönöm a lemezem, nehogy behagyjam.
vagy még kartosabbra vedd. Átmegyek rádióra. Input CD, Dix Power. Input AUX Tuner. Kerestetek egy állomást. Hát a rádiója is RDS-es, úgyhogy kiírja az előadó nevét, számcímét még mellette, hogyha mindenben van állítva. Hát itt mutatja is, hogy textes. Mindjárt megkeresem itt a display módot. Egyszer találom. Biztos, hogy van rajta, csak így most nem ugrik be, hogy melyik az. Hát ez a rádió. Baromi jó hangja van. És komoly teljesítmény is jellemzi. Megyek a csatornák között tovább, a 93,9-re rámegyek. Ki lehet kapcsolni teljesen a kijelzőt, bekapcsolva hagyom. Nagyon sok beállítás van ezen a okos távirányító, de hát ez 100 000 forint egy ilyen távirányító számítógépről, bármének a szoftverét le lehet tölteni, és utána full távirányítja. Hát ennyit tudtam belőle kihozni, a rádiója is gyönyörű szépen szól, mint hallod. Viszont most nem tudtam megjelenítetni rajta RDS módot. Úgyhogy azt nem tudom, hogy hogy lehet megjeleníteni. Ezek a CD-nek a... Igen, ezek a CD gombok. Akkor... Kazettás magnót még nem próbáltam, de szerintem az is tökéletesen fog működni. Van itt egy műsoros kazetta. Ja, bakelitem, ezt elindítottam közben azt a lemezt, amelyiket mondtam, hogy nagyon-nagyon karcos. Így most az ötös CD megy. A kijelző hiba miatt, mert a készülék a 100%-osan működik, mint látod, a kijelző hiba miatt, mit tudom én, 10 000 forintért odadom, minden formátumot, MP3-at lejátszik. Egyébként látni szabad szemmel is, csak ha ráesik a fény, akkor biztos, hogy a tükröződés miatt alig lehet belőle kivenni valamit.
Most így, mint a kamera is látja jól, teljesen hibátlanul, ezt ennél jobban látod szabad szemmel. Elindítom a közepás magnót. Az is jó. Azt hittem. Na, viszi. Csak nem tudom miért ilyen hülyén szólt. Gyorsabban megy valahogy, nem tudom miért. Szervusz. Egy pillanat. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem.